halálosan strandolunk egyet. Oké, akkor arra majd figyelnünk kell, hogy baloldalt milyen alert jelenik meg. Bár lehet, hogy egyszerűbb, hogyha titeket kérlek meg arra, hogy figyeljetek, hogy baloldalt milyen alert jelenik meg, mert én azt annyira nem szoktam figyelni. Mit sorsol most Nikolász? Mire jelentkeztek? Nézzük csak. Dragon Age Origins. Wow! Az igen. Az igen. Ami nagy szívás, az a pizza futár küldetések. Ja. Oké. Na. Szóval azt mondtam, hogy picit átnézzük a térképet. Tehát elméletileg, ugye itt van a pizza futár, hát igen, még egy csillagos sincsen. Itt van egy romos menedék, oda nem is kell repúzni. Akkor azt mondja, hogy... Ugye ez a Tavi Gócváros, ez az alaphelység, az, ahogy látjuk, az ki van húzva maximálisan. Itt van a mérnök, aki szintén... ki van maxolva. Aztán, hogyha kicsit tovább nézünk, például ezt a hidat. Ezt én le is bontom innen. Aztán nézzük akkor meg ezt. A mesterember az szerintem mindenképpen ki van húzva maxra. Ki is van persze. Most végignézzük ezeket a dolgokat, srácok, és lebontogatom azt, ami nekem itt nem tetszik. Például ezt az online izét is lebontom. Mi a francnak? Ó, hát és nézzétek meg, annyira szép tiszta lesz a térképem, öröm lesz ránézni. Jó. Nos, a mesterembernél még ezt a generátort, amit ráadásul egyébként én tettem oda. Jó, mesterember Dán. Akkor utána, ami még kicsit izgalmasabb, az ugye itt az öreg. Most az öregnél borzasztó szarul állunk, srácok. Még a kettő csillag sincsen meg, ugyanis rohadtul nem pakoláztam le az öreghez. Persze, hogy lehet csinálni. Rámész, és a háromszöggel struktúra lebontása. Ráadásul meg se kell mozdulnod. Na most, ugye az öregnél azt érdemes tudni, hogy az öreghez föl lehet venni a... itt. Ez mi a szar? Ezt én csináltam ide? Ja nem, ez nem az ennyi. Ez az, amit le lehet szedni. Szóval az öregnél, amit érdemes tudni, hogy ugye innen a Gócvárosból lehet fölvenni hozzá cuccokat, a mesterembernél a Tavi Gócvárosból meg a mérnöktől. Tehát ezen az íven lehet ott mozogni. Azt hiszem az öreghez ők szoktak adni küldetést, és jelenleg nekem, ami be van kötve, az a mérnök és az öreg. Tehát még egyébként azt meg lehetne csinálni, hogy bekötni a mesteremberhez is, tehát hogy onnan is könnyen föl lehessen venni ugrópontot. Persze, hogy nem lesz kisebb. Attól lesz csak kisebb, amit én építettem, és használ sávszélességet. Kizárólag amiben segít, hogy nem lesz egyrészt túl zsúfolt a mappem, másrészt meg lehet, hogy akkor ezek helyére másik jelenik meg. Csak attól lesz kisebb, aminél megjelenik a struktúra szintje alatti sávszélesség foglalat. Igazából csak takarítás szempontjából jó. Igen, mert a filmrendezőhöz ahhoz bekötöttem. Végül is az maradt. Hát bár nem. Minek? Majd ha kell, akkor rakok én le oda. Jó. Mit szeretnétek, srácok? Inkább itt, ezen az oldalon tevékenykedjünk, vagy
vagy a hegy túloldalán. Tehát a havas területen, vagy most itt a jöjjünk az ócskás filmrendező és ezen részekhez. Melyik az, amit inkább preferálnátok? A havas rész éri meg most? Jó. Akkor itt csak egy kicsit eltakarítom ezeket a dolgokat. A havas, mert az biztos szép. Ez relatív egyébként, hogy mi szép, de jó, rendben van. Nem benne vagyok abban is, hogy ott is bőven van mit csinálni. Annyi csak, hogy ha már elkezdtem ezt a rendrakást itt, akkor ezt hadd fejezzem be. Mert annyira sok építmény van, hogy már az bosszantó. Az a baj, hogy nehéz így átlátni a térképet. És egyébként azt nem szabad elfelejteni, hogy ha mendegéltek körbe-körbe a mappen, akkor érdemes egyébként néha-néha ledobni egy-egy őrtornyot. Mert hogyha nem is tudjátok az egészet átnézni, ugye effektíve azzal, ahogy sétálsz és szkennelgetsz, ha ledobsz egy őrtornyot és azzal körbenézel, akkor simán lehet, hogy felfedezel az őrtorony segítségével egy olyan cuccot, amit alapvetően mondjuk nem vettél volna észre. Volt nekem is olyan, hogy így járkáltam körbe, és így nézem, hogy mondom, itt is van egy cucc. És akkor mentem inkább tovább azon az útvonalon, mondván, hogy na jó, akkor ezeket nézzük meg, hogy ott pontosan mit is lehet találni. És volt egy jó pár olyan építmény, ami jól jött. Ritka, mert azért én elég jól összeépítgettem azokat a dolgokat, amik nekem szükségesek, de lehetett azért találni egy-két olyan dolgot, ami jól jött. Jó, nem is kell portyázó. Akkor menjünk oda téli, na mindegy, tehát a hegyi szakaszhoz, és akkor szerezzük meg ott a repukat. Lehet, hogy én majd így off-stream fogom ezt a részt, hogyha ez titeket annyira nem érdekel. Mivel most már, hála a jó égnek, van annyi királyi sávszélességünk, hogy megengedhetek magamnak jó pár új kötélpályát. Ezért lehet, hogy akkor megcsinálom azt, hogy ameddig ki nem húzom az öreget maxra, addig tényleg mindegyik helyre bekötöm. Aztán amikor kihúztam max repura az öreget, akkor lehet, hogy azokat viszont visszabontom. Mert az például simán lehet egy olyan dolog, ami így sokat segít abban, hogy a repu az meglegyen, de utána most csak annyit, persze, tehát most csak annyit, de azért, mert ugye most nagyon sok olyan van lerakva, amire például nincs szükség. Tehát, hogyha belegondolsz, például a mesterembertől nekem van egy kötélpályám ide. A hegyi gócvárostól, mit tudom én, meg innen idefele is van egy, tehát amiket bőven le lehetne bontogatni. Tehát sok olyan van, ami egészen addig fontos csak szerintem, ameddig az ember ki nem húzza a reput. ...336-os az emberünk. Aha, akkor azért vannak nálunk lényegesen magasabb szintű emberek. Tudjátok, múltkori streamen pont kérdeztem tőletek, hogy mi az, ami magas szintnek számít, mert hogy én itt csak a saját szintemmel vagyok tisztában, nem nagyon tudom, hogy a többiek azok hol tartanak, de most például itt megnyitottunk egy embert, aki 336-os volt. Akkor azért vannak nálam jóval magasabb szintűek. Jó, mondjuk ez ténykérdés, tehát hogy nem gondoltam, hogy én vagyok a legmagasabb szintű, de azt hittem, hogy így azért elég magasan vagyunk.
Na, hát ezt itt azért lényegesen lepucoltam, látjátok? Így azért egy kicsit jobban átlátható. Ott az a híd, az fontos, arra emlékszem, ez nem. Hali, utána is érdekes lehet, mert Max Repunál külön-külön dolgokat kaphatsz. Nagy vértasaggránát. Így van, így van. Tehát ami nagyon fontos, hogy vannak olyan területek, ahol, vagy olyan emberek, akiknél, hogyha repuzol, és utána csinálsz náluk küldetést, akkor hát így ténylegesen különböző dolgokat tudsz szerezni. Lásd, mit tudom én, az egyik embernél például kerámiát kapsz minden egyes alkalommal, amikor megcsinálsz nála egy küldetést. Nem sokan maxolnak, én a magas szintűek közé tartozom? Aha. Én nekem tetszik, és aranyos, hogy Candyvel beszéltünk, és így ő mondta, hogy olyan jó legalább azt látni, hogy én kiszedem belőle a tartalmat. Tehát, hogy nyilvánvalóan csomó olyan dolog van ebbe a játékban, amit nem feltétlen kell megcsinálni ahhoz, hogy végigvidd, de nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy ha már megvettem, és tetszik, és szívesen játszom vele, akkor miért ne? Bocs is, kacok, de most már befejezem ezt a bontogatást, és utána megyünk föl a hegyre. Mert itt ilyen menedékházak is csomó izét helyet foglalnak el. Egyrészt a térképen, meg volt valakinek egy olyan hozzászólása, hogy talán akkor, hogyha a térképről leszedek XY dolgot, akkor lehet, hogy azzal megnyílik majd valami más. Igen, portyázó, tudom. Minden egyes alkalommal, amikor valahol kapok egy, vagy hát olyankor kapok csillagot a nadrágomra, amikor valahol maxos repuszintet elérem. Persze, azt tudtam. Hát ott az is az animáció, amikor eléred a reput, akkor kapsz egy táskát, amiben effektíve egy csillag van. Ez itt szerintem fölösleges. Ó, nézzétek csak, szerintem ez erre fele jön föl. Jó, ezt pont tegnap beszéltük, nem? Szerintem ezt pont tegnap beszéltük, hogy szerintem valaki, mert nézzétek csak, tehát itt van egy zöld, ami ebbe az irányba nem megy tovább, és lehet, hogy ott valaki bekötötte a hegyet. Megnézzük azt, hogy annak van-e folytatása? Szia, Nefin, hello. Mert annak egyébként arra fele lehet folytatása. Na nem baj, mindjárt körbeérek itt. Hát egy picit ilyen single player-essé teszem a dolgot ezzel. Meg itt is van kettő, nézzétek. Na vajon ez, és ez, meg ez így hova visz? Na ezek még olyan kérdések, ami így izgalmas. Nem merek olyat leszedni, tehát villát nem akarok letörölni, mert az például simán lehet olyan dolog, amit még később felfedezek majd mástól, hogy hova kötötte be. Az lehet egyébként egy izgalmas dolog még. Jó, ezt a részt is átnézem. Szóval ez itt még mozgatja a fantáziámat, meg az, hogy például ez itt miért van. Postaládákra arra ti rájöttetek, hogy azokat miért rakosgatják le emberek? Mert az még számomra olyan, ami picit ilyen érthetetlen kategóriába tartozik. Én nem nagyon használtam. De nagyon, nagyon sokat lehet látni.
Igen, itt szerintem a paleontológus, mert ugye ide kell majd jönnünk, valahol itt van az emberke, akihez föl kell venni az utolsó küldetést. De ugye én ma, akkor ahogy ti mondtátok, akkor itt a paleontológus, geológus, Hartmann laborja, hegyigócváros, fényképész, esetleg ott az első nepper, meg a spiritista. Tehát most itt ezen a vonalon fogunk itt mozgolódni. És igazság szerint, hogyha itt kiépítjük a dolgokat, akkor szerintem kellemesen lehet körbe-körbe majd így rohangálni. És kezd rettenetesen melegem lenni ebbe a pulóverbe, úgyhogy lassan jó lesz, hogyha fölmegyünk a hegyekbe. De már ott vagyok, portyázó. Most adtuk le az utolsó questet, és az lenne a következő, hogy hozzámenjünk. Tehát ha fölvenném, akkor már mutatná, hogy oda menjek. Aha, akkor most itt kell egy kicsit takarítanunk. Hello. Azt mondja, Max az adott területen összegyűjti az elveszett rakományt, majd apránként elviszi a helyekre, addig sem sérülnek a postaládában. Aha, gondolod, hogy ilyen... Hát nem tudom. Én valahogy, de biztos vagyok benne, hogy ezt a játékot is lehet sokféleképpen játszani. És lehet, hogy valakinek, mit tudom én, más a játék stílusban. Az igazság, hogy olyan sok postaládát láttam, hogy igazság szerint már kezdem azt hinni, hogy én játszom szarul ezt a játékot, és mindenki más ugye szétpostaládázza a környéket. Nem tudom, nézzétek meg, tehát hány postaládát töröltem most ki? És igazából azt érdemes, abba érdemes belegondolni, hogy én hány postaládát tettem le a játék során összesen, mert... Hát szerintem egy kezemen meg tudom számolni, hogy én hányat postaládáztam körbe. Most tudjátok, hogy mivé változtatom a játékot? Konkrétan single player-re. Tehát lebontok mindent kb., ami nem az enyém, és így elszeparálom magamat a többi játékostól. Tudjátok, hogy mi lenne még nagyon jó? Hogyha ezeket a vonalakat el lehetne tüntetni. Az ugye elméletileg, ha jól tudom, akkor azok a vonalak, hogy hol jártam. Tehát konkrétan ugye logolva van az összes útvonal, amit megtettem, ugye? Mert elméletileg ugye ezek azok az útvonalak, amiket bejártunk. Tehát alapvetően tök jó lenne, hogyha mondjuk lehetne egy ilyen erész gombot nyomni, hogy mondjuk én ma kurvára nem szeretném látni, hogy milyen útvonalakat jártam be. A létrákat viszont nem tudom innen lebontani. A létrákat konkrétan csak akkor tudnám lebontani, srácok, hogyha fizikailag oda mennék, és azt mondanám, hogy mit tudom én, létra összecsukása. Jó, ez itt a hegymászó. A spiritisztánál még itt van egy generátor. Meg itt van egy időzápormenedék. Mondjuk az időzápormenedék az nem volt rossz helyen, mert arra emlékszem, hogy a nepperhez, amikor mentünk át, akkor ott mindig hóvihar van. És ott például jól jött az, hogy beállsz alá, és egy kicsit följavítod a cuccokat. Na mindegy. Igen, mert látját? Vagy tudjátok, mi lenne még nagyon király? Ha lehetne olyat csinálni, hogy szűrő.
Tehát mit tudom én, belépsz a térképre, és azt mondod, hogy figyelj, én most nem szeretném látni a ilyen kipipálós módszerrel, hogy én nem akarom látni a postaládákat, nem akarom látni a generátorokat, nem akar... Tehát, hogy beállíthatnád ilyen filteresen, hogy mi az, amit szeretnél látni. Mert akkor nem kéne ezt csinálni, amit most én például csinálok, hogy lebontogatni ezt a sok szarságot, hogy ne foglalja effektíve a helyet a képernyőmön. Mert konkrétan van olyan rész, amit egyszerűen nem látok át azért, mert annyi minden szarság van ott, hogy nagyon bele kell zoomolni. Na tessék, hát ez is már sokkal szebb. Jó, elméletileg letakarítottam most így konkrétan majdnem mindent. Itt most akkor ezt nem basztatom, mert mi ezen a részen akkor nézzétek meg, mennyire szép lett. Jó, tehát a mai felvonás az úgy néz ki, hogy hegyigócváros, mert az még nem ötös. A hegymászó már ötös, de néha be kell hozzá nézni, hogy küld-e esetleg a spiritisztához, mert ott még nincs meg az ötös. Hát a Neppernél még egyes szintűek sem vagyunk. Arra egyébként kíváncsi lennék, hogy mondjuk az, hogy lehet kihozni. Nem tudom, hogy az hogyan lehet triggerelni. Na várjátok, bocsánat, ezt fel kell töltenem, elfelejtettem stream előtt. De akkor azt mondtátok, hogy ott a geológus, paleontológus és azon a vonalon fogunk először menni. Most lehet, hogy azt fogjuk csinálni, hogy bekössem azt az utolsót. Egyrészt ugye az quest is, tehát akkor tovább haladunk a questbe, meg hogyha azt finalizálni tudom, akkor konkrétan a hegynél talán mindenki be van kötve. Hát persze, hogy jól letisztítottam, pont ez volt most a lényeg. Egyrészt jobb oldalról is, meg bal oldalt is. Oké. Na, azt mondja, hogy... szemrendelései, és most kellene igen elmenni az Evo-Devo biológushoz. Hát akkor menjünk. AKK-ból viszont gyártanunk kell egy 5 darabot. Azt mondja, hogy jöhet egy létra. 2 darab mászó végpont van nálam. Ja, de várjál, 4 darab létra van nálam, akkor nem kell. Jó, szerintem azon kívül megvan mindenünk. Hordozható dobozkám is van. Teljesen korrekt. Piff. Mi? Cipelés háton az összes. Oké, és itt van még egy tárolójavító spré. Azt is rakjuk a hátunkra. Egy gyors optimalizálás. És akkor menjünk. Lehet, hogy le kéne vennem magamról a sityakot. Hol van az oxigén maszk? Aha, tehát az oxigénmaszkot... Aha, így lehet. Tehát a vidrás kapucnit, ha fölveszem, akkor... Igen, akkor leveszi az oxigénmaszkot. Oké, szuper. Na nézzünk egy olyan újrahasznosítást. Kíváncsi vagyok, hogy ami a hátamon van... Na, például ilyenek. Tehát ezt a 90%-ban sérült fegyvereket szerintem szétszedjük. Ó, basszus, a szervós járóvázat is le kell cserélni. Konkrétan ez a HKK, ennek ma tárolója már teljesen szétment. Vagy nem? Ez a baj, hogy nem nagyon mutatja. Hát ez az oxigénmaszk szerintem kurva jó.
Nem mutatja, olyan, mintha a tárolónál egyáltalán nem mutatná a dolgokat. Na mindegy. Akkor ezeket zúzzuk be, amik itt vannak, és akkor az a lényeg, hogy kettő darab gépkarabélyt, meg egy szervós járóvázat kellene csinálnom, hogy pótoljam a dolgokat. Szia, Grim! Gyeretek, be kell nézzem gyorsan a izéhez. Jó, én nem kaptam. Azt mondja, hogy mit mondtam? Felszerelés gyártása, kell kettő gépkarabély, de abból is a hármas szintű, és abból is a nem halálosból. Elég csak kettő, és mi volt még? Szervós járóváz, hármas számú, ugye? Igen. Cipelés a háton. És arra vagyok még kíváncsi, hogy ami rajtam van... az végül is teljesen korrekt. Jó. Na hát menjünk, srácok. Próbáljuk meg akkor megcsákjázni azt a területet. Ami... van egy olyan sanda gyanúm, hogy nem lesz könnyű. Igen, de akkor is valamiért nekem gyanús ez az ember. Látjátok, hogy ez, itt van három zöld. M-mentor. Csimali. Aha. Jó, tehát mondjuk nem ugyanannak az embernek a cuccai vannak ott. De megnézzük. Megpróbál. Belelépek, mert elképzelhető, hogy akkor megmutatja, hogy hol van a következő. Anélkül, hogy felfedezném. Ó, hát ez a generátor most még jól is jön. Lehet, hogy nem kellett volna mindent szétszedni. Na mindegy. Na nézzük csak. Emberünk, kettes szintű. Aha, ott is van, látjátok? És akkor tényleg van arra valami. Na nézzük meg! Mi van? Másikra már nem tellett? Idáig hozott. Ó, nem, nézzétek, ott van. Hát de ember, ez 600. Ez 600-ra van tőled, te hülye. Ezt majd itt mindjárt rendet rakunk. Horizon Zero Dawn-os hologram. Akkor, hogyha kettes-hármas szintre fejlesztesz egy épületet, akkor van lehetőséget customizálni. És a customizálások között ilyenek vannak, hogy zenét állíthatsz be, hologramot állíthatsz be, és nagyon sok van a Horizon Zero Dawn-ból. Ugye most lekapcsolódtunk a hálózatról, ez fontos info, mert ugye... valamiért azt mondja itt nekünk ez a dolog, hogy ide kéne jönnünk, de hogy miért? Begyűjtés, visszaszerzés. PV terület. Aha. Valami izgalomra lehet ott számítani, srácok. Aminek nem annyira örülök, mert sok nálam a cucc. Tehát lehet, hogy mondjuk egy PV fight előtt
Lehet, hogy azt csinálnám, hogy... Hát lepakolnék. Mármint úgy, hogy a földre konkrétan. Hogyha elhúznak, akkor ne az legyen, hogy össze-vissza dobálja el a cuccaimat. És itt ugye most nem vagyunk rajta a királis hálózaton, ezért sem tudok semmit építeni, meg ilyenek. Faszba, azt mondja, az igen. Aha! Ja, vágom. Tehát akkor az lesz az ott egy ilyen nagy kráter konkrétan. Az ott mi vajon? Az ott micsoda? Szerintem ott van valami város. Szerintem ott van egy város. Hamu vagy ugrani? Á, nem ugranék, mert abba belehaltam volna. Egyszer már ugrottunk le ekkora helyről. Nem volt vicces. Nézd csak, Miss Lore, ez csak miattad. Ezt az ugrást. Csak hogy nem mondhass, hogy izé... Nyuszi vagyok. Mhm. Itt már lehet. Ugye milyen kemény volt? Azért azt bevállaltam. Ha oda kellene lemenni. There we go. There we go. 5x5. Ráadásul ott akkor ezek szerint sok cuccot is kell begyűjteni. Na, mondjuk ilyen alkalomra gondoltok? Hogy... Azt mondja az ember, hogy mit tudom én, ott van egy ház. Ott van egy épület, srácok. Ó, és ott vannak... Oké. Na ez már így viszont király. Szerintem így kellene akkor csinálni. Szép a kilátás, ez biztos. Tehát az... Akkor effektíve egy ellenséges terület. Aha, tehát hogy az akkor nem barátságos rész, hanem ott valószínűleg egy ellenséges társaság van. Abból gondolom, hogy ott árválkodik ugye egy darab üzé, összvér vagy mi a lófasz. Jó. Hát attól függően, hogy mekkorák azok a cuccok. Attól függően lehetünk közepes méretű vagy nagy méretű szarba. Nem a PV trigger elődött. Ó, basz meg, mi ez a szivárvány?
Na most jön. Aha. De hülye vagyok, nincsen sávszélesség. Oké. Okay. Figyeljétek, én akkor szerintem, amit az előbb megbeszéltünk. Lebegő doboz. Ó, még jobb ötletem van. Á, megvan, megvan. Nagyon jó ötletem támadt. Felrakom a hordozóra. És akkor egy helyen lesznek. De nem kell utána szedegetni. Ez teljesen korrekt. És akkor most mehet a boss fight. Na gyere! Egy kilométerre csak nem húz el. Ez jó, én is boss fightolok, ti is bossoztok. Á, ez egy kutya viszont. Anyád! Hoppá, hoppá! Na ennyi töltényem nincsen! Baszd meg! Jesus fucking Christ! Mi a szesz? Nyolc töltény, bazd meg, nyolc.
Baszki! Te meg a járóvázat dobod nekem, hülye vagy ember? Hát nem futni akarok, hanem ölni! Sörétes puska! Na várjál, az már izgalmas lehet! Várjatok csak! Sörétes puskát dobott nekünk az emberünk! Azt meg lehetne nézni! Azt mondja, hogy granyó... Nézzük csak ezt a sörétes puskát! Egy meghalt! Végül is lehet, hogy nem is olyan rossz az, hogy ezt dobta. Na gyere csak! Sörétes genyó! Adja! Jó! Meghalt a dupla boss, srácok! Na ez már döfi volt! Hát, sok mindenre számítottam, de arra nem, hogy két bosszal fogok itt harcolni. Jó, a fehér ember legalább nem adott rossz cuccot ezzel a sörétes puskával. Dupla kristály. Oké. Okay. Hol halt meg a másik? Nice. Ott. Figyeljetek, valami ilyen 500-600 kristályon volt, nem? Vagy több volt, mielőtt elkezdtük? Szia, gyúr! Egyébként lehet, hogy ez nem a helynek a specifikussága volt, hogy izét kaptunk, kettő bosst, hanem ez attól függött, hogy már sokat öltem meg. Tehát elméletileg valami olyasmi infom volt nekem, mintha Dani azt mondta volna, hogy minél több bosst ölsz, annál durvábbak lesznek. Tehát ha ez viszont igaz, Akkor nagyon fasza lesz a vége fele. Mi van, én 8-10 bosszal fogok harcolgatni? Na merjel, arra van a cuccom. Azért akarom itt egy kicsit csipkedni magam, mert elméletileg hát viszonylag gyors a repop. Tehát hogyha itt most még egyszer bespawn, bár mondjuk van még elég granyom meg fegyverem szerintem ahhoz, hogy lezúzzam őket még egyszer, hogyha visszapoppolnának. Viszont nagyon tetszik ez a hely. Jól néz ki. Jó, most fölvesszük a cuccunkat. De tudjátok, mit fogok csinálni? Én nem veszem föl azt a hátamra, nem húzom magam után. De most mi a... Most mi a francnak szórakozzunk azzal, hogy... Nem? Inkább húzom magammal. Most úgysem tudok izét kötélpályát használni. Magamra csatolom, az csá. Sőt, ráadásul rakok még rá dolgokat. Az üres fegyvert rárakom, a járóvázat, a vértasakot. Olyan, mintha Izlandon lennék? Azt figyeljétek, mennyire durva a hátam. Szerintetek mikor volt utoljára, hogy ennyire semennyi cucc ne legyen konkrétan a karakteremen? Hát lassan már azért fogok elesni, mert nincs rajtam cucc. Megszokta, tudod, hogy mindig izé 8000 kilóval rohangál. Oh,
seriously? Your BB stress levels are increasing. Remember, if it suffers an autotoxemic attack, it won't be able to help you detect BTs. To keep it calm, avoid sudden movements and stay as far away as you can from BTs and other threats. Nyakon kúra kis taliga? Ez csak nem. Nyugodjál le! Igen, volt olyan, hogy az vágott engem Tarkón? Ez milyen lenne, hogy azért halsz meg? Na várjatok, viszont ígyunk egy monstert. Volt már egyszer olyan? Na hát ez gyönyörű. Már is visszajönnének. Ez lehet, hogy már az, srácok, hogy már visszaspónolta, izé? A kurva életbe. Hát ez nem volt 5 perc. Hát ez rohadtul nem volt 5 perc. Azt mondja, hogy... Hát ez összesen 5 gránát. Ó, jó, még van gránátom. Bazd meg, ráadásul sokan is vannak. Lehet, hogy érdemes lenne ezt is leboss fightolni, nem? Áznak a cuccaim, persze, tehát az sem segít. Na jó van.
várjál, te köcsög. Hú! Egyébként ez a sörétes puska, ez most jónak tűnik. Bár nem tudom, hogy mennyit sebez. Szerintem egész erős! Már egy meg is halt. Halálos vagy nem halálos? Nem tudom, hogy melyik az, amelyik hatásosabb. Az biztos, hogyha... Tehát alapvetően úgy van, hogyha vértörténnyel lősz, az a legerősebb, csak a vértörténnyel az a baj, hogy az a te HP-dból lő. Viszont, ha rájuk dobsz egy gránátot, és így pirossá válnak, akkor utána bármilyen történnyel lőheted. Na, most viszont még egy boss fightot már nem kéne bevállalni, úgyhogy felszedjük a kristályokat, és azonnal húzunk a cél felé, mert itt ezek szerint elég gyorsan spónolnak vissza. Úgy van, hogyha gránátot rádobsz, akkor láthatod, hogy a bossnak bizonyos testrészei ilyen kicsit pirosassá válnak. Azon a területen, ami úgy pirossá vált, minden töltény fog. Tehát bármilyen töltényjel át tudsz rajta lőni. Kristályfalmolásra jó, de akkor ide úgy érdemes jönni, hogy sok fegyverrel és sok gránáttal. Oké, akkor most szaladjunk a cuccunkért. Ezt arrébb löktem. Oké. Ez nem tudom mi volt, de elhozom. És akkor mi az irány? Az. Oké. Igen, sok kristályt kaptunk. Ezt érdemes megjegyezni, srácok, szerintem kristályfarmoló spotnak. Nice. Figyeljetek, itt
Mi az? 10 percen belül megöltünk 4 bosst? Az nem rossz. Az egyáltalán nem rossz. Tegyünk le egy spotot? Hát az a baj, hogy... Hát most már ide a szélére nem fogok lerakni izé ilyen PV táblát. Igenis, effektíve ahhoz, hogy itt jól farmoljon az ember, gránátot kell magaddal hozni és fegyvert. Most érdemes egyébként azt megnézni, hogy... Én ugye megmondom őszintén, hogy csak a gépkarabét szoktam használni. És abból is ugye csak a nem halálosat, hogy ugye mindenre lehessen hasznosítani. Szóval érdemes lenne elgondolkodni azon, mert az a sörétes puska ez eléggé adta. Szerintem ezzel többet sebeztünk rá, mint a gépkarabéjjal. Szerintem. PV boss ellen jobb a soti? Igen, elég nagy, hogy ne tudj mellé lőni. Nincs bent üdítőm. Szia, Norman! 4500 kristály. Na, hogy állunk ezzel? Nagyon jó, egy megvan, kettő megvan. Majdnem 2,5. A robot, az pedig dolgozott a laborhoz. Oké. Okay. Egy erős C-t kapott. Elment a hegyi gócvárosba is. Oda is kapott egy C-t, az kávé meg sem mozdította a reput. És a geológus, na! Nem sokára a geológus is ki lesz maxolva, tök jó. Nagyon jó. Geológus az még egy-kettő kör és meg is van. Örömet szereztél valaki másnak, 1500 like. Hú, ez jó, ez egy erős szopás lehetett. Na, fontos, őt is bekapcsoljuk a kinális hálózatba, ergo HKK-t, ha gyártok, akkor be kellene kötni őt is kötélpályára. Látjátok, ott van még lent. Ott van még lent egy ilyen terület, meg ott jobb oldalt fönt, látjátok? Ez nincs benne a hálózatban. Gránátvető. Az Evo-Devo biológus tervadatokat biztosít az alábbiakhoz. Botho. Ez az, amit mondott portyázó. It goes without saying, but I am convinced that the tar is related to the BTs and the Death Stranding. After all, both it and Timefall are the defining features of the post-stranding ecosystem. Sudden environmental changes such as these invariably lead to the extinction of organisms that fail to adapt. Those that do adapt do so by virtue of enhancers, the regions of DNA that grant successful organisms their advantages. These genetic factors are the key to evolution. But there are genes which have the opposite effect, those which disadvantage organisms. Extinction factors,
as they have been called. These are the seeds of advancement and obsolescence. Such factors may lie dormant within us all, a choice waiting to be made. For every being since the advent of life itself. If so, then ancient proof may hide deep within the tar. Evidence of these genetic decisions that may aid us in navigating our current crossroads. In any event, thanks to you, I can now study the composition of the tar in greater detail. I'll make sure to share any interesting results with you later. Well done, Sam. You furthered our research into the Death Stranding in ways you cannot imagine. Thank you again for bringing me Mama's body, as well as that ammonite. Speaking of which, my analysis of its umbilical cord is proceeding apace. I've been comparing the data against some of our restored archives. Ki is fogjuk próbálni ezt a gránátvetőt? Preparations are finally complete for the chiral relay integration. If you could collect the necessary materials for the restoration work and bring them here, I would be most grateful. Szerintem egy picit fanoljunk. Egyrészt felszerelés gyártása, szóval mi ez a gránátvető? Revolver stílusú gránátvető, a kilőtt gránátok becsapódáskor robbannak. Négy fajta lőszer típussal szerelhető fel. PV ellenes hematikus lövedékkel, halálos gránáttöltetekkel, csúszó lövedékkel. He? Hát a franc tudja, de gyártok belőle hirtelen kettőt. HKK-ból van nálam 6, annak elégnek kéne lennie. Egy bakancsot kell csinálnom, mert az már majdnem tönkre ment. És akkor figyeljetek, tehát bolavető nem kell. Viszont van olyan, hogy PV ellenes pisztoly. Van a gépkarabély, és a nem halálos gépkarabély. És akkor, mert látjátok, van nekem sörétes roham puskám ráadásul. Csináljunk abból kettőt. Na ja, szerintem ennyi elég. Na. Azt mondja, hogy lábbeli felvétele, kesztyű felvétele, cipelés háton. Oké. Szállítmány optimalizálása. És akkor most még újrahasznosítunk, és még gyártunk. Újrahasznosít. Na nézzük. Azt mondja, hogy ez rendben van, ez üres. Sörétes rohampuskák azok a mostaniak. Az öltözékem ezt leszedjük. Azt mondja, hogy hemagránát, igazából a hemagránátból a kettes szintűt kellene gyártanunk. Egyébként nem olyan kilövöd a szikláról és lecsúszol, vagy fel? Na, ezt nem tudom! Varantika. Nem tudom. Sose használtunk olyat. Jó. Azt mondja, hogy vért a sakból hány lehet nálam? Hol a hemagránát? 10 darab kristály. 7. Az 5x7 az 35 gránát. Annak elégnek kéne lennie.
berakta a gránáttáskába. Na nézzük csak. Most már kettes granyóim vannak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elvileg 9. Elvileg 9 fér el nálam. Csak ugye nem tudtam annyit gyártani még. És ez 12 per 12. Ja, ott fönt írta is, hogy 7 per 9. A vértasak az 12 per 12, az rendben van. Annyi, hogy be kell adnom egy kis kristályt. Muszáj vagyok beadni egy kis kristályt, hogy még tudjak gyártani granyót. Még kettő granyó kell. Háborúba megyünk? Igen! Kíváncsi vagyok a gránátvetőre. Háborúba megyünk. Hát igen, most egyébként úgy készülök, mint hogyha valami óriás háborúba mennénk, de hát az lesz, igen. Jó. Kettő. Kettő granyót tudtam még csinálni. És más nem is kell. Ezt lerakjuk, mert ez nem a miénk. Na nézzük a robot. Geológus, mindenképpen küldjük oda a robotot. A laborba is mindenképpen küldjük a robotot. Na meg akkor küldjük el a robotikushoz. Azok legalább közelebb voltak. Hogy állok a teljes úttal? Azt hiszem még három. Három útszakasz hiányzik, viszont azok combosak. Tehát ahhoz kurva sok mati kell. De pont egy olyan rész van kihagyva, ahol azért könnyű közlekedni. Mindjárt mutatom neked, hogy hol. Látod? Ez. Tehát konkrétan 1, 2, 3, 4. Bocs, 4. 4 útszakasz. Tehát innentől idáig nincs meg. Ezen a mocsaras lápos részen nem tudunk átkelni, de egyébként a teljes úthálózat készen van. Úgyhogy jól. Lőszer talán? Milyen lőszert szeretnél? Ha gyártasz egy fegyvert, abban tele van a lőszer. És mondjuk most még azért egy dolog megfordult a fejembe. Egyrészt az bazd meg, hogy itt ki van építve a cucc. Na. Na. Ezt már szeretem. Végre valaki más is dolgozott, nem csak én. Szóval, nézzétek csak! A Hermann labor és az Evo biológus között be van húzva a kör. Azt tudjátok miért jó? Hát mondjuk igazából ezt a kettőt is össze kéne kötni, mert akkor konkrétan meglenne ez a sáv. Ez kurva jó. Na ennek örülök, végre valaki. Jó. Lebontottuk a fölösleges dolgokat. Ja. Ez itt faszának tűnik. Azt megnézhetjük egyébként. Csak... csak ugye ezeket a cuccokat szerintem nem tudom. Szerintem nem tudom mind... Tényleg jó ötlet volt bontogatni, igen. Szerintem ez az útvonal, ez tiszta. 1, 2, 3 és utána talán 4. Bár ez nekem még gyanús. Tehát szerintem innen én kizár dolognak tartom, hogy ezen a hegyen így keresztül ide lehessen jönni. Tehát ez majdnem tuti, hogy az úgy olyan módon nem működik.
Aha, ezt nem tudom. Oké. Semmi gond. Akkor újra hasznosítunk. Na. A hátamon az oké. Bezúziusz. Mert akkor tudom használni a kötélpályát, hogyha csinálok helyet. Szuper. És akkor most már le tudom tesztelni, hogy az emberünk, aki építette ezt a cuccot. Hol van a... Hallod, úgy építesz, hogy mászni kelljen? Vadul néz ki a gránátvető az oldalamon. Ezt ide kellene visszavinni. Na barátom, hova raktad te azt a hangvillát? Oda föl? Hallod, te bumburnyák, azt hogy? És miért? Hülye vagy? Tudod, hogy kell építeni? Úgy, hogy ne kelljen sokat mozogni, ember. Szedem is le. Az nem kell. Ez viszont igen. Megnézzük, hogy ezzel el tudunk-e menni a laborba. Ráadásul azt szerintem nincs olyan... Bár de 240 méterre van, az teljesen korrekt. Elméletileg ugye, ami most itt le volt rakva, az 240, tehát még 60 métert lehet jönni. Nice. Ott volt egy, láttátok? Meg kellene próbálni azt, hogy ide. Mert innen talán rálát. Mind a kettőre. És akkor azt a másik emberét leszedjük. Aha, az jónak tűnik. Mert akkor... hogyha én ide teszek egyet, ez 271-re van tőlünk, az jó. Igazából ugye nekem az lenne a cél, hogy inkább abba az irányba menjünk. Az emberünkét leszedjük, ez nem kell. Come on, hurry up.
Jó, az oda be lesz kötve, meg oda is. Oda most fölmegyek, de megnézem, hogy valahova jobb helyre át tudom-e azt pakolni. Méter az nagyon nem ideális. Ráadásul nincs is sehova bekötve. Oké. Nekem az lenne a jó, hogyha... Szóval én nem fogom, szerintem azt nem fogom megúszni, mert ez most 156, tehát mondjuk még ide. 127. Ha egyel nem fogom megúszni. De mondjuk, ha oda le tudnám rakni, az kurva jó lenne. Necces. Aha, de innen nem látok rá. Nem, azt meg fogjuk tartani. Pofára, ez az volt. Annyira nem... nem izgalmas, viszont azt mondja, hogy ott... Itt annyira nem könnyű megoldani ezt a... dolgot, mert... Hatótávnövelés sem jó, itt az a probléma, hogy túlságosan dimbes dombos, és nehéz olyan spotokat találni, ami átlátja. És az első hatótávnövelés, az csak 50 métert növel. Az nagyon kevés. Viszont nézd csak. Az a baj, hogy ez nagyon közel van. Ez 139 méter. Viszont, ha mázlim van, akkor oda tudok. Ne! Az meg, majdnem elestem megint. Ez lenne a heroik. Ide kell. Ez az. Megvan. Ez lett a jó. És akkor be van kötve az Evo Devo
be van kötve a laborhoz, azáltal be van kötve az orvoshoz, a robotikushoz, geológus, akkor kész a kör. Egy dolog nincs meg, hogy teljesen körbe lehessen menni, az pedig az, hogy a paleontológust a biológushoz. Ezt az ívet kell bejárnunk. Viszont most lemegyünk a laborba, mert oda kell vinnünk valamit. Ez jó. Mehet az ugrás. Tök jó, hogy világít a seggem. Robotikus paleontológust elvihetjük. Evo-devóhoz vissza. Ez egy kimentés, meg ez is egy kimentés. Ja, itt vannak a páncéljaim. Azokat raktuk le. Mutáns teremtményekből származó élő szövetminták. Akkor most megyünk az Evo-Devo biológushoz vissza, azon az útvonalon, amit építettünk. És... itt láttam valamit, ami nekem nem tetszett. De az hogy lehet, hogy láttam fizikailag, de... aha, és csak most jelent meg. Na látjátok, ezért érdekes, hogy van amit mondjuk látsz, de ameddig nem szkennelsz rá, addig nem, effektíve nem veszed észre a térképen. Tőlem javító sprét. Milyen lenne innen egy leugrás a kötélpályáról? Azért az elég vad dolog, nem? A fene se ugrana le. Legalább ezt a cuccot is felveszem, amit neki kell vinni. There we go.
És akkor most legalább lesz lehetőségem kiépíteni innen a másik területre. Egyszer próbáljuk majd ki? Jó. Egyszer kipróbáljuk. Valaki idehozott egy autót. Ez érdekes. Nem vagy bőbeszédű. The cargo appears to be in good condition. You must have been careful. Alege. Ennyi. Hát apám. Az nem túlságosan sok, amit kaptunk. Na mindegy. A szánkózást, azt mindenféleképpen is, most van is nálam olyan cucc. Mindenre van helyem. Nagy sűrűségű vegyszer. Ó, bazd meg. Jó van, adjad ide. Well, research calls. Köszi. Good work. New order available. Háromszáz kilót kell odavinnem. Háromszázat. A kimentést kellene egyébként megcsinálni. Terroristák által eltulajdonított új baktérium minták. Ezt mindenféleképpen meg fogjuk csinálni. Annyi, hogy lehet, hogy én ezt most fölveszem. Lehet, hogy azt én most fölveszem úgy, hogy a lebegő dobozt lerakom, és arra fogunk rápakolni 300 kilót. Mivel úgyis építenem kell abba az irányba. Ezért miért ne? Időkorlátos, de hát most érted, csak átsétálok annyi idő alatt, ne szórakozzál velem. Annyi idő alatt csak átsétálok. De a vegyszer az pici, Taylor, az nem foglal itt sok helyet. Az pont az a lényeg ennek a nagy sűrűségű vegyszernek, hogy alig foglal helyet. Ja, 30 percet. 30 perc alatt csak átérek ezzel a szarral. Jó. Hogy kell átérnem? Bazd meg, várjál, mert itt már megint izék vannak. Sok kula. Itt konkrétan paleontológus bácsihoz kell átérnünk. Ugye itt van egy. Ez van tőlünk 100 méterre. Jó, hát az mondjuk megtehető lábon. De egyébként meg várjál már, bazd meg! Itt van egy kocsi! Egy már kocsival, bazd meg! Hát milyen francnak szopó roller ezek, hogyha lehet menni ezzel is? Ha valaki itt hagyta!
Hát valameddig biztos, hogy tudok menni vele. Nem biztos, hogy jobban jártam ezzel. A Gucci járgánnyal, igen. Jó, hát akkor viszont kiépíteni most ezek szerint nem most fogom. Na menjél már gyorsabban egy kicsit. Nincsen téli gumim! Ah! Megindult. Ácsi. Egy pillanatra. 3.55. Tehát amire én ránéztem, az valamelyik a kettő közül, de nekem mondjuk inkább erre kell. Nem, ez volt 3.55-re. Ez meg 127. Na mindegy. Azt majd megépítem, amikor építeni jövünk, mert most ezzel a rakománnyal inkább menjünk. Én tövig nyomom. Only tövig. Na, megérkeztünk. Nem volt ez olyan vészes. De csak az volt a szoporról erre, ugye 300 kiló. Good to see you safe and sound. Anyway, thanks. Anyway, no problemo. Alig sérült. Oh. Yes, sir. Vulkán narancssárga színezést megkaptuk. Polipokat, meg mindenféle guztustalanságot hoztunk neki. És majdnem meglett az ötös repu. Király! Korrekt. Here, this is for you. I hope you like it.
Remélem egy olyan hegyke sapka, mint a ti a kurva életben. Hát ez mi? 1200... Mit csinálják ezt? Kenjem a hajamra? Ezt most azonnal újra hasznosítom nála. De ez speckó ötvezet. Sőt, ez 2400 speckó ötvezet. Nem szar a gurit a csávó. Ez amit adott, azt visszaadjuk neki. Hallott, a kerámiát adott volna 2400-at? Így csóváltam volna a farkamat szerintem reggelig. Na az komoly lett volna, hogyha ilyet ad. Na. Azt mondja, hogy már egy magánszekrény, ezt visszarakjuk a hátamra. És akkor nézzük, hogy ő most mit ad. Egyrészt a robot, az geológus, evo-devo, ezt inkább oda küldjük a robotot, mert a másikakat, azokat mi is meg tudjuk csinálni. Nem, az újrahasznosítás az effektíve az, hogy beadom neki ide. Jó, na nézzétek csak, szóval... Itt van egy kimentés. A terroristák által lehet, az ráadásul neki is kell hozni, meg a másiknak is kellett. Úgyhogy az király, azt fölvesszük. Meg az evo-devósat is. Most a labort. Hát végül is fölvehetem a labort is. Vegyem fel a geológusnak a cuccát is, azt is, azt is eldobhatom végül is. Aha, hát vagy nem. Nem akarok járművel visszamenni. Nem akarok járművel visszamenni, mert most pont ez lenne a lényeg, hogy kiépítsem a kettő út közötti részt. Melyik volt, ami sok? Az ez, mi? Mert a geológust azt törlöm. Tudod mit, mindent törlök, bazd meg. Mindent törlök. És a kimentés nem, csak ezt, és a labort sem veszem föl. Most úgyis e között a négy között fogunk oda-vissza ugrálni, csak ugye legyen meg az, hogy... Mi a fasz van itt? Miért nem férek el? Miért nem férek el, srácok? Mi az, ami nagyon sok, ami nálam van? Nincs is olyan sok cucc. Nem teljesen értem. De mondjuk lebegődoboz, az azért legyen nálam. Egy gépkarabé, sörétes rohampuska, gránátvető, sörétes rohampuska. A mászó végpont, nem kell, az kell. HKK-k vannak. Egyet bezúzhatunk belőle. Igazából nincs is nálam olyan sok cucc. Nem értem, hogy mi a baja. 100%-os győzelem eddig a mai napra? Az nice. Az nice, kérem szépen.
Ezt mindenféleképpen úgy akarom fölvenni, hogy egyszerre a föntivel, tehát egyszerre ezzel. Csak ez férne el nálam, az lenne a lényeg. Na végre. Na most elfér. Király. Jó. Most kell kurva sok cuccal kiépíteni azt az útvonalat. Azért akartam mindenféleképpen egyszerre fölvenni őket, mert hogyha már bemegyek arra a terrorista területre, akkor egyszerre akarom kihozni mindkettőt. Na, és akkor a lényeg az az lesz, hogy elméletileg ugye itt van nekünk egy. Innen kell kinéznem a következő spotot, de még talán innen tovább is tudok menni egyet. Na nézzük. Szóval, ha innen át akarunk menni az Evo Devóhoz, akkor van egy errefele. És ez miért nem látszódik? Mi van? Suttogsz, nem hallom. Nem kiabál. Nem tudom, drágám, és ezt nem is most fogjuk megbeszélni. Akkor meg nincs mit beszélni róla. Ez jó. Azt mondja, hogy... De miért nem látom azt a fost? Na merjétek, megpróbálunk felszállni rá. Á. És az meg mi a szösz? Na mindegy. Ez egynek jó, csak szerintem nincs jó helyre rakva. Igen, ez egészen biztos, hogy nincs jó helyre rakva. Mert az egy dolog, hogy ez... ...273 méterre van, de nem lát át a hegy túloldalára. Mi a franc? Nincsen benne a királis hálózatba. How the actual fuck? Dehogy nem, ez rajta van. Szórakoznak itt velem, bazd meg. Oké, na nézzük csak ezt a dolgot. Szóval, azt mondja, hogy... ezt, a bumburnyákat kellene bekötni abba az irányba. Nyertetek? GG. Aha. Az mennyire van? 3.36. Hát akkor mindenféleképpen kell használni azt a közbülső dolgot, de nem baj, mert most akkor viszont... én itt följebb megyek. Arra. És akkor bekötjük azt a pöttyöt. Kell egy space és egy egyes. Oda is van írva.
A HKK mester. Tudjátok, hogy mi lenne kemény? Hogyha olyan lenne a HKK-nk, ami több charge-os. Ó, bazd meg. Klára. Azra nem fog rálátni a izé. Na, reméljük, hogyha följebb megyek, akkor ez nem lesz probléma. Jaj, hogy ne roncsam az esélyeidet? Jó, innen látszódik. Kettő 65, de ennél biztosan nem fogok tudni jobb olyan helyre menni, ahonnan hát az a lenti, az meg 327-re van. Szerintetek ez belefér. Aha, innen még látszódik. Szem akuja teljesen feltöltve. Ha látszódna innen, ami nyilván kurvára nem látszódik, kettő 70. Pont rosszul van. Az a baj, hogy túl széles ez a hegycsúcs, és ezért nem biztos, hogy össze fogom tudni kötni a kettőt. Akadály. Milyen akadály? Mondjuk. Csak megoldottuk. Nem teljesen tökéletes, mert mozognom kell. De ennél jobban már nem lehetett volna szerintem megoldani. Mondjuk ide lehetne építeni maximum. Jó. Most itt ezt leadom, és fölveszem azt, hogy a terrorista területről mentsek ki dolgokat. Ahhoz viszont háborúra készülünk, srácok, mert nem csak terroristákkal, de még PV-kkel is fogunk harcolni.
Igen, én is láttam TV-t, hogy egyet levert a tető. Van ilyen. Nice. Vörös szín. Oké. Set this aside for you, thinking you might like it. Do you have room to carry it? Jaj, ne, megint adsz valami szart. Ó, megint nagy vegyszert. Feltétlen, ez nagyon kellett. Well. Jó. Na, háborúra készülünk most, srácok. Ugyanis felvesszük tőle a... ezt. A kimentőset. És akkor. Hát a HKK most nem fog kelleni, tehát azt adott esetben is le is fogom rakni. Bár... Nem. Vértasak az van, viszont abból lehet még egyet, mert 12 fér el nálam. Ez az egyik, ami kell. Azt mondja, hogy... Az biztos, hogy szükségem van nem halálos gépkarabéra, mert azzal harcolunk a terroristák ellen. Ez biztos. Sörétes puska, abból van kettő, azzal fogunk harcolni a boss ellen, illetve a gránátvetővel. Ahhoz viszont hemagránát 9, az teljesen jó. Halálos gránátot meg nem akarok lövöldözni. Cipelés háton. Na, és akkor azt mondja, hogy a szervós járóvázat, a HKK-t, ja nem várjál, először, de szervós HKK, azt mondja, hogy optimalizálás. Azt akarom csinálni, hogy mégse kellett a vértasak. Na mindegy. A HKK-kat berakjuk a magánszekrénybe. És a vegyszert, az pedig PV-k ellen sima granyó. De arra ott a sörétes puska. Mi a fasz? Ja, hogy ez időre megy? Jó, mondjuk hallod, 60 perc, ez, Úristen, ez mindenre is elég. És most már ne felejtsétek el, hogy már kettes hemagránátom van, ami lehet, hogy még hatásosabb a PV-k ellen. Jó, ezt újra hasznosítottuk. Megyünk! Kíváncsi vagyok, ez milyen lesz. Thank you for your contribution. Keep on keeping up. Weapons restrictions lifted. Lesz egy PV fightom. Ami előtt viszont... okosan azt mondja, hogy ezt lerakjuk. Nem halálos gépkarabé most nem kell, a sörétes puska és a gránátvető, és egy gépkarabét tartunk magunknál. A többi az hemagránát meg vértasak. Igen. Ezeket rárakjuk a hordozóra. Hogy azt ne kelljen magammal cipelni, amikor fájtolunk.
Viszont lehet, hogy úgy kellene csinálni, srácok, hogy... nem oda-vissza harcolni a izékkel, a PV-kkel. A kerámiát, meg ezt a paleontológus cuccot szerintem föl fogjuk venni, ami útba esik. Lehet, hogy nem fogom megúszni egyébként a izé harcot. De a PV harcot elkerüljük odafele, visszafele viszont nem. Mármint visszafele nem akarom elkerülni. Csak időbe ki kellene hozni onnan a cuccokat. Viszont ha ez így van, akkor meg kell fordítanom a dolgokat. Jaj. Ez kell a hátamra. És a gránát, roham, elveszett rakomány, az pedig mehet a hordozóra. Köszi! Annyira heroikusan veszi elő egyébként ezt a fegyvert, imádom. Ott van az első, ahonnan ki kell hoznom cuccokat. És szeretném, ha engem ti beszkennelnétek. Na jó, tehát nem fogom ellőni rá a izét. Mennyit kellett belelőni, bassza meg? Na végre, bazd meg. Nyomorékok, bazd ki. Elképzelhető, hogy páncélozott abbak simán. Csak el kell találnom a fejét, és akkor rögtön jó. Ügyes volt, Ávin. Ah!
Ez az, gyertek! Úgyis arra fele kell majd mennem. Hol van a hortáskám? Itt van. Mondom, nem is az, hogy páncélozottabbak, csak olyan messziről nagyon-nagyon keveset sebez, gondolom a cucc. Na mi van itt? Van nála még plusz lebegő hordozó, az jöhet. Gránátvető. AKK. Hát ezeket a vegyszereket meg speciális ötvözetet nem hozom el. Az nem kell. Na ez megvolt. Mehetünk a követ... Ó, hoppá! Hoppá, 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 haver. Arról nem volt szó, hogy miközben én lootolok, ti itt izé jöttök. Ő megnézte, hogy ott vagyok-e. Inkább megvárom, míg megállnak, bazd meg, és akkor elég csak egy pár töltény. Így jobban járok, szerintem. Ilyenek nem fogom tudni kihozni, annyi cucc lesz itt. Ja, de van még egy hordtáskám, nem szabad elfelejteni. Az még 600 kiló. Nikolász, nagyon szépen köszönöm a Vivinek ajándékozott szubot, ami immáron a 20. ajándékszubot. Nagyon szépen köszönöm. Nyolc töltény, az nem sok. Szerintem már nem is maradt itt ember. Ő visszafele, de jó lesz a fájta izékkel, a PV-kkel. Lehet, hogy ki fogjuk hagyni. Majd meglátjuk. A fémet azt visszük. Vegyszer nem kell. Na várjatok, innen kimegyünk ezzel a szarral. Vegyszer, 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 vegyszer. Vértasak nem kell. Kerámia van ott egy kevés. Terepjáróváz, kerámia. Egyébként pont ugyanezen gondolkodtam, hogy a kötélpálya építése ide nem biztos, hogy annyira hülyeség. Már csak azért is, mert hogyha az ember akar... akar úgy nagyon lootolni, akkor lehet, hogy hasznosabb lenne. Bár ki tudja, hogy hányszor fogunk még ide jönni. Speckó ötvözetet és vegyszert nem viszünk, terrorista bakancs, gyors járóvász, HKK nem kell.
Kerámiát fölvesszük. Ott van, na most észrevettem, na várjál. Ne bassz, nem basszol ki velem. Bazd meg, direkt ezt akartam, hogy googoljon le. There we go. A chipet akartam fölvenni. Ott van még egy 80-as kerámia. Jó, 10 perc eltelt a 60 percből, az annyira nem vészes. Másik kerámia. Jó. Oké. És akkor van még egy harmadik spot, amit meg kell szereznem. Igen. Jó, és akkor most csináljuk ezt meg, mert most már elegem van a dőlöngélésből. Rakomány. Hol van a... Volt még egy hordtáskánk. Ígyni. Vértes a kerámia, elveszett szán, nagyon jó. Mehet a második tárolóra. És király. Már is jobb. Már is jobb. Na, megy a karaván. Ide abba az esetbe éri meg egyébként kötélpályát építeni, hogyha sűrűn van, tudod, olyan küldetés. Ha sűrűn van olyan küldetés, hogy innen mentsél ki adatokat, mert akkor, hát akkor megéri. De egyébként meg szerintem tök jól áll van az ember, hogy ide szalad. Adott esetben ugye a PV-ket is le lehet harcolni. Meg ugye, várjál, nem biztos, hogy annyira jó. Nem, annyira nem jó ide a kötélpálya, mert sok cuccal jössz ki egy ilyen helyről, és akkor úgyse tudod használni. Akkor úgyse tudnám használni. Ennyi? Ebbe csak ennyi volt? Fasza. Elméletileg akkor mind a kettőnek, igen, mind a kettőnek megcsináltuk a dolgait. Szerintem az Evo-Devo biológushoz kellene először visszamenni, mert talán az az idő, időre menő. A másik az nem volt időre menős. Viszont egy kurva biztos, hogy most a PV-ket el kellene kerülni ennyi csomaggal. Új szubbedzs. A füst segít elrejtőzni az ellenségek elő. Az mi? Vértesek. Az nem kell. Szerintem nem túl ideális helyen mozgok. Ha, kurvára nem. Hogy jöttem ide? Ezen a sávon jöttem, nem? És itt nem volt... nem volt PV. Füstgránátot, meg ilyeneket én például nem is használtam. De a sima granyót se. És kacok, van aki úgy játszotta a játékot, hogy ölt? Tehát, hogy konkrétan gyilkolt benne?
És hogy akkor mi történik? Tehát, hogy ténylegesen fölrobban a hulla, kráter lesz, és változik valami, vagy mi van olyankor? Igen, az lehet, hogy ott nem árt olyankor. Az annyira nem jó poén szerintem. Hogyha ölsz, és akkor utána megjelenik a gondolom valami időzítő, hogy van X időd elvinni a krematóriumba. Vagy... Nem tudom, hogy olyankor mi jelenhet meg. Igen, ez a segít elrejtőzni, de cserébe elkezdtünk fuldokolni. Ez annyira nem volt menő szerintem. Azért 4500 kristályom régen volt. És régen húztam magam mögött majdnem egy tonnát. Tudjátok, mit fogok építeni? Amit szerintem én még soha büdös életben nem építettem. De nem fogok, mert nincs nálam HKK. Tudod mit? De! Ezt ki akarom próbálni, én még nem nagyon építettem ilyen szart. Azt mondja, hogy HKK. Ilyen kurva gombát én még sose építettem. Addig felvesszük ezt az elveszett rakományt. Master Builder! Na baszki! Hát már megérte. És mit lehet csinálni egy ilyen építménynél? Azt mondja, hogy automatikus tárolójavítás szabályozza a hőmérsékletet, testre szabási lehetőség fém és kristály. Van nálam egyébként fém? 100, 200, 300. Az meg is 400 kell, mi? Persze, hogy 400 kell. Ez mi? Javítóhely. Ez egy olyan gomba, ami... Nézd meg, hogyha kiállok most a hóba. Kiállok a hóba, akkor elkezdenek romlani a cuccaim ugye az időzáportól. Most várunk itt egy picit. És hogyha beállok a gomba alá, akkor látod, elkezd így javítani. Mondjuk most pont annyira nem, mert nem sérültek annyira a dolgaim, de látod, írja, hogy teljesen helyreállított tároló. Ilyeneket egyébként sokat szórtak el az emberek általában a területen.
Én módszeresen lebontottam olyan helyen, ahol kötélpályáim voltak, mert így mi a francnak a kötélpálya környékére, amikor azzal úgy is megyünk. Viszont ez most itt nem tűnt rossznak. Tehát, hogyha itt valamit begyűjtök a későbbiek során is, és jövök fölfele, akkor itt esetleg meg lehet állni egy ilyen javításra. Ja. Ezeket törölgetjük. Mondja, egyre több izé jelent meg. Mondom, ez nekem itt indokolatlannak tűnik, de még kötélpályát addig nem akarok leszedni, ameddig nem ellenőrzöm, hogy be van-e kötve valahova. Na mindegy, itt most egyébként ez érdekesnek tűnik, hogy mi mindent lehet csinálni egy ilyen javítós hókamókánál, hogyha fölfejlesztett kettesre, meg hármasra. Ó, hát sokkal gyorsabban is romlanak. Hát minél durvább az időjárási viszony, annál komolyabban romlanak. Most például ebbe a hóviharba fokozottan. Ezeket is le fogom bontani, semmi értelme. És megérkeztünk. Jó, mondjuk, amíg a tároló romlik, az nem para. Amikor a cucc romlik, az a szar. Tehát a tárolót kell ugye egyben tartani. Na, kézbesítés. Először a memória chipet. The great deliverer does it again. Much obliged. Nagyon tetszik egyébként a ruhája. Thank you for your contribution. Szuper. Kézbesítés, kért rakomány. És a visszaadás. És még van egy, a geológus, vagy a paleontológushoz kellett kihozni onnan cuccokat. Na, ez mennyit ad? Csak egy A. Azért egy picit többre számítottam ebből. Na mindegy. Ez is majdnem megvan. A geológus szerintem a robottal fogjuk kihúzni. A robotikushoz meg csak azért küldtük el, hogy elmenjen. Nagyon szuper. Research calls. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Most lurkolásból akarod előhozni Nessájt, vagy én maradtam le valami üzenetről? Azért nézem, mint hogy nem láttam mert azt tudom, hogy ő neki fehér a neve. Azt kiszoktam szúrni. De lehet, hogy csak lurkóból akarod előrángatni. Na várjál, elveszett rakományt, azt hát rábízzuk a többiekre. Lurkoló embert nem bántunk, így van.
Narval, Narval brother, köszi a követést. A királis művész anyja. Menő. Jó, ezeket csak leokézzük, mert ezeket most rábíztuk másra, csak kihoztuk ugye onnan a postaládából. És akkor nézzük, hogy a robottal mit tudunk csinálni. Időzápor farmot azt engedjük el. Paleontológushoz... Ki van építve, úgyhogy azt inkább elviszem én. Na, oda viheted, kis robot. Á, egy igóc városba is viheted, most oda nem megyek. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy hova tud még fejlődni az, hogy most már ha a boss fightolok, az dupla boss fight. Mert azért az... az szombos. Viszont... újra hasznosítás. Aha, itt a HKK-k vannak. Azt mondja, ez nem az enyém. Mik vannak a tárolókon egyébként? A vértesakot azt kiszedjük. A gránátvető, sörétes. Ezt nem, ezt... Bár mondjuk egyet felrakhatunk. Na igen, elfelejtettem, hogy izéket hoztam ki. Nyersanyagot. Így egyébként, hogy ki van építve a teljes... teljes kötélpálya, így nem zavar, hogy most sok nyersanyagot halmozok itt föl, mert majd ha kell, akkor leviszem az utakhoz. Most a repu a fontosabb, nem a nyersanyag. Szuper. Na, próbáljunk meg rendet rakni úgy, hogy... Igazából a HKK-kra nem is biztos, hogy lesz szükségem egyébként. Ez a hátamon van, és... Jó, a hordozót is föl tudtam cipelés kézben. Aha, ez már nem fér el. Jó. Akkor azt az egy újrahasznosítás, szervos járó, ez igazából... AKK-ra most nincs szükségem, nem, srácok? Mit tudom én, egy kettőt magamnál tartok. De most már építeni nem akarunk új területet. Szerintem. Mert bekötöttük az összeset. Most itt körbe tudunk menni. Jó, átugrás, szuper. Köszönjük szépen. És akkor most kell elvinnem az utolsó köteget. Ez, hogy cipelés kézben még mindig? Ne szórakozzál már velem. Azért. Jó. Rendelés. Hova megyek most? Időzápor farmra nem. Paleontológushoz igen. Konkrétan oda fogunk menni. És akkor itt van megint egy ilyen, hogy vulkanikus gázzal teli területen eltűnt DNS minták. Igazából ezt meg ezt fölvehetem, mert akkor onnan vissza kell úgyis hoznom ide a dolgokat. Csak férjen el nálam ez a cucc. Négy darabból áll. Kizárt dolog, hogy elfér. Elfér. Hál' Istennek, pici. Szia, gyilkos mókus! Jó, hát furra vagyunk pakolva, úgy érzem. Ó, bazd meg. Hidegre érzékeny. Ez mit csináljak, bazd meg? Körbe kell lehelnem? Várja, hova kell mennem? És hogy kell mennem? Mindegy, fölfele vagy lefele. Remélem nem a izére van 30 percem, hogy kimentsem a dolgokat. Bár mondjuk tök mindegy, az is meg lesz.
Ez az első bannod? Én életemben egyetlen egyszer kaptam bant, azt is egy csatornán, Azmónál. És ő maga banolt ki. Sehol máshol nem banoltak még. Még Chris Advice-nál se. Sehol. Csak Azmónál. Ó, de oda kell az oxigénmaszk, srácok. Emlékeztek? Szerintem megint ugyanoda kell leereszkednünk. Jaja. Tudjátok, hogy miért van ilyen kevés helyen? Mert irgalmatlan sok fegyver van nálam, mert ugye háborúra készültünk, csak végül is nem lett belőle háború. Mit kerestem? Ahhoz nem kell ott lenned, hogy banoljanak. Ahhoz nem kell ott lenned, hogy banoljanak egy helyről. Na! Paleontológus, légy ötös repus! Majdnem. Az megvan! Fuck yeah! Kapja még egy csillagot! Előtt kaptam egy csillagot! Van még egy csillagom! És ekkora nagy táskában van a kis csillag. Ennyi helyen van már ötös repum. Csillag megszerezve. Szuper. Egyedül egy dolog miatt nem örülök ennek, hogy most pont egy ilyen közbülső részen Várjátok, most a... Hogy fogunk menni? Most a biológushoz megyek vissza, miután innen lentről kiszedtem cuccokat. Geológusosat is fölvehetjük. Bár, hogyha úgyis megállunk, akkor fölösleges. Az kell... Ezek most nem kellenek. Tehát akkor ezt föl kell vennem. Oké. Okay. Gyártanom, maximum egy oxigénmaszkot kell, hogy le tudjak menni abba a szarba. Oké. Okay. Cipelés a háton. Maszk felvétele. Oké. Okay. Hát szerintem a háborús dolgainkat most vissza bezúzom, srácok, mert fölöslegesen foglal helyet. Fölöslegesen foglalja a helyet. Igazából nem halálos gépkarabé, gránátvető sem kell, sörétes puska se, HKK, sörétes. Gránátok vannak, vértasak van. Ja. Nem kell az most nekünk. Lesz még alkalmunk olyan fájtokra szerintem. Nagyon sok helyet foglal el nálam. Nem súlyt, mert ilyen 5-6-10 kilósak a dolgok, viszont sok hely. Hát most pihenés a menedékházban azt annyira nem kellene. Thank you for your contribution.
Oké. Okay. Az biztos, hogy le kell ereszkednem most oda a gempába. Miért gyorsan szaladok? Azt figyeljétek. Hú, de szalad! Elméletileg itt van az én kötelem is. Azaz az avidezoddos kötélen egy darab like sincsen. Jó van, jó van. Örülök neki. Pedig azt nézzétek meg, ilyen szépen lehet használni. Teljesen le tudsz ereszkedni, nem kell ez a köcsög létra. Nézd meg, le tudsz jönni konkrétan ide. Tudod mit? Szopódjon meg ez a létra. Egy minta. Hol a fasz? Na, ne basszál már föl velem. Ez nem is itt van, az a másik minta. Jajjaj. És ez hol van? Most ezt innen ki tudom hozni? És ezzel mit csináljak ott, more? Fázd meg. Faszom. Le fog merülni az aksim. Hát fentről csak nincs kötelem. Mármint, tudod, nem hoztam magammal a kötelet. Hát mondjuk egy ilyen... A franc se tudja, ilyen kamikáze ugrást be lehetne vállalni. Hát, de kötve hiszem, hogy ez így innen sikerülne. Nem, nem hoztam magammal izét. Ott egy létra. Azzal megoldjuk. Jó van, basszad. Már menj, bocs. Szia, Lady Shaky! Á, építek ide egyet. Amíg legalább leszedem azokat, amik nem kellenek. Mint például a hülye híd. Menedékház. Indokolatlan. Időzápor menedék. Nem kell. Postaláda. Nem kell. És ez sem kell. Na, lepucceváltuk. Jó. Mindjárt megépül. És akkor föltöltődik az aksi, aztán akkor innen föntről, ja nem föntről, lentről kell fölfele mennem, mert nem kötelet találtam. Az M4-es építése, az nagyon jól.
Hun volt az a létre, amin lejöttünk? Ott volt. Igazából... Oh, ne! Ne! Jézusom! Hát végül is lejönni akartam. Ez fura volt. Na mindegy, és most a saját kötelemen fölmászok. Nem is kell ez a létra. Vicces lett volna egyébként, hogyha pont oda esek le. Azon röhögtem volna azért. Bár én így tudnék kötélre mászni, bazzeg, 200 plusz kilóval. 200 plusz kiló nélkül is örülnék, hogyha így tudnék kötélre mászni. Na, most már nincs szükség itt a nagy izére. Viszont ezt nem ide viszem. Ezt nem ide kell vinnem, ezt a másik helyre kell, csak... csak innen fogunk menni. Volt, ez sima liba volt. Itt föltöltődünk. Pont míg átszaladok a izéig, a kapuig, addig föl is töltődik. Imádom ezt a területet. Ott van egy gomba. Ja, azt én raktam oda azt a gombát. Igen, azaz, DNK. És innen hova ment? Vala. Hát én ezt leszedem, ennek semmi értelme. Ja, lehet, hogy valaki így rakta össze. Na mindegy. Jaj, ne dőjél el! Igen, az pont valamelyik alkalommal mondtam el, mit tudom én, egy 2 órája. Úgy van, hogyha a struktúrákat fejleszted második meg harmadik szintre, akkor utána van lehetőséget customizálni, és lehet hologramokat hozzáadni. Gondoljátok, az egyiknél meg tudom mutatni, hogy milyen hologramok vannak, és azok között nagyon sok Horizon Zero Dawn-os van. Szuper.
Igen, igen, VNK. Persze, ahogy Miss Lori sírja. Ezért vannak ilyen, hát nem, ezek nem is easter egg-ek, hanem utalás a másik játékra. Na, négyes szint. Multi rakétavető. Beszarsz. Egyszerre több gránátot lő ki. Na, menj a fenébe. És mi lesz az ötös repunál? A mindent megbaszó rakétavető, ami mindent kilő egyszerre? Az vajon mi lesz? Hát azt én értem, hogy... De hogy... Érted? Atombomba, azaz. Jaj, megint vegyszert ad. Na nézzük csak meg ezt a cuccot, amit kaptunk tőle. Vajon mi lehet? Tehát konkrétan izé? Várról indítható izé RPG? Időzápor farm és izé? Hát vigyed. Felőlem. Szia, Seko! Jó munkát! Ha lehet ilyet mondani. Na nézzük csak ezt. Nem ezt. That weapon is equipped with an advanced targeting mechanism. If you lock on and fire, you'll see exactly what I mean. Felszerelhető hematikus rakétával. Na menj a fenébe! Ez eléggé csúnyán hangzik. Hallod, követős rakéta! Menj már! Ez milyen beteg? A hematikus rakétához hány liter vér kell? Na ez például egy tök jogos kérdés. Hogy vajon az mennyi véremet használja el? Az vajon mennyi vért használ, vagy mennyi vértasakot? Na, mi van még? Na, hát akkor konkrétan innen, az Evo Devótól most nincsen. Jó, hát a filmrendező ez a faszon fog elvinni innen izé cuccot. Úgyhogy itt akkor végül is úgymond végeztünk. Annyi, hogy természetesen ezt a szart ezt levesszük. Jó. Hát srácok, itt most nincsen fölvehető cucc. Ó, Istenem. Megint tele lett szarva itt mindennel. Nem lehetne, hogy békén hagyják az ilyen postaládás hókamókával az én kis pályámat? Jó, na figyeljetek akkor, ez itt megvan. 750 sávszélességet használsz el? Pusztulj. Oké. Okay. Szóval, nézzük csak, tehát így meg lehet nézni távolról is. Elérhető rendelés 1, folyamatban rendelő 3. Jó. Mi a helyzet itt a barátunknál? És egyébként továbbra sem értem, hogy ez a szalit mi. Ezt én leszed a minden. Ezt meg én raktam ide, ezt a generátort. Ezt is leszedjük. Jó. Azt mondja, hogy a paleontológusnál mi van? Elérhető rendelések 3, és nem tudom távolról megnézni, hogy milyen rendelések vannak. Nem baj. Visszamegyünk oda, és megnézzük. Keep on keeping up.
Hú, de szalad! Hú, ebből nagy esés lesz, bazd meg. Nem, megfogtam a rakományt. Jesus, hogy megindult? Szia, Fercsi. Állj már meg, haver. Jézusom. Jó ét mindenkinek, aki most megy. Na, azokat kell még lebontanom. Na nézzétek! Tehát, mivel ez egy kettes szintű, ezért az építménynél be lehet lépni arra, hogy testre szabás, és lehet zenét választani, lehet hangot, itt vannak a hologramok. Merjen, lentre megyek. A robotikus fia, robotikus, evo-devo biológus, a paleontológus, geológus, fényképész. Ki lehet rakni ezeket. Mérnök. Owen, William, Bridges őr. Aha, akkor itt viszont nem lehet. Ja, de itt vannak a ritka hologramok. Látjátok? Horizon Zero Dawn. A Tolnek. Akkor van a Watcher. Ki lehet rakni azt is. A vidám Watcher. Itt van Aloy. Őt is ki tudjuk tenni. Lehet PV-t. Lehet egy libát. Kézbesítő robot. Lokne, mama, fre... Én kicserélem ezt egy libára. Ott van! Hát annyira nem szociális. Szegény liba! Akkor már inkább hallgassunk zenét. Legalább van zene. Jó, ide akartunk jönni, és oda be. Mi volt ez a mászás? Nem azért szeretjük? Na nézzük, itt mit lehet? Geológus és a labor. Hát szerintem akkor ezeket most visszük. Úgy látom egyébként, hogy végig sikerült végig questelnünk, vagyis hát az összes standard küldetést megcsináltuk lassan, amit itt most lehetett az ebben az időszakban. Szerintem egyébként valami időkorlát van rajtuk. Tehát tuti biztos vagyok benne, hogy mit tudom én, hogyha holnap belépsz, akkor már vannak plusz küldetések. A geologist?
vagy mit tudom én, megcsinálok valahonnan egy valahova küldést, és akkor megnyílik még valami. Lehet, hogy ilyesmi is van benne. Jaj. Nem erre megyünk. Arra megyünk. Szuper. Remélhetőleg innen is kapunk valamit. Ja, ez az, bazd meg, ez az, amit mondtam nektek, emlékeztek? Hogy azt át kell raknom. Pont az a víztorony, az beleszól. Bár mondjuk, konkrétan nem tudom, hogy mi értelme van, hogyha az a fönti... Végül is nem. Ennek akkor itt nincs értelme. Rohadjon meg még, nézd meg, még ott is van, hogy azt se vette észre eddig. Ezt a menedékházat. Pusztulj innen, menedékház! Postanáda, te is tűnj innen. És itt leszedtem azt a valamit? Én szerintem ezek engem kísértenek. Ezek engem kísértenek, ezek a cuccok. Na mindegy. Szevasz, haver! Kért rakomány. Meg is hoztuk, haver. Fercsi, igazából az a durva, hogy az elején a játéknak én is azt mondtam, hogy így streamen jó, eldumálgatok veletek, közben farmolgatok, stb. És nem voltam benne biztos, hogy ez engem mondjuk kikapcsolna off-stream, tehát amikor egyedül játszom. És azért jó párszor játszottam már vele egyedül off-stream, és tök hangulatos. Közben bedobtam valami streamet off-képernyőn, közben meg lett itt is az ötös repu. Közben bedobtam valamit, vagy Discordon dumálgattam srácokkal, és egyébként szerintem tök szórakoztató. Én szeretem ilyen játékokkal elütni az időt. Kikapcsol. Megkaptunk még egy csillagot. Lassan nem ártana szerintem valamelyik területen megállni egy magánszobába. Hallod, már lassan? Már lassan másik dolgot is körbe kell tekerni a combom körül, annyi csillagom lesz. Ezt most átugorjuk. Wait, what? Na nézzük! Időzápor farm. Na, annyira nem akarom. Robotikushoz igazság szerint föl tudunk menni. Kétszer is. Na várjál. Ez akkor a... A paleontológusnál megvan a repunk, srácok! Mert az evódevónál nincs. Jó, akkor a paleontológusnál megvan. De az evódevóhoz átmehetünk, mert ott tuti, hogy nincs meg az evódevónál.
Majd ezt is föl fogjuk venni, de ezt majd visszafele. A robotikus szerintem nem fogjuk erőltetni, mert annál már megvan a repu. Indulsz? Indulsz. Jó, akkor most vissza kell menni még az Evo-Devo-hoz. Annyira aranyosak, amikor így beírja, hogy hát 30 perced van ezt kézvesíteni. Hát, bocs, mennyi lesz? 3 perc. Jó, mára úgyis azt terveztük, srácok, hogy ezt a hegyi területet, azt mondtátok, hogy ezt repúzzam ki. Az meg, hogy került ide egy híd? Hogy került oda egy híd? Én nem hiszem el. És hova jövök? Ez nem is az én izém. Ja de. Ugye pöcsbe került oda egy híd. ...2300 lájkkal. Hát ez meg a másik. Ugye ez az, amit mondtam nektek, hogy valószínűleg ahogy folyamatosan törölgetem a dolgokat... Ahogyan az autók, igen. Tehát ahogy folyamatosan törölgetem a dolgokat, úgy egyre több dolog jelenik meg másoktól is. Abban a szempontból nem értelmetlen, hogy elképzelhető, hogy valami jó dolog jelenik meg. Mert például, hogyha valami olyan értelmes helyre kötélpálya jelenne meg, csak az a baj, hogy olyannal meg azért találkozunk ritkán, mert ahova kellett, oda én már megépítettem a kötélpályát. Mindegy. Ja, 3 millió lájkos hidak, csak hogy még fájjon is a szívemnek. És elméletileg, hogyha kötélpályát építek ki, akkor azt más hordárok is tudják használni. Nem playerekre gondolok, hanem tudjátok azok az AI-k, amik néha így megjelennek a játékba. Most az lenne érdekes, hogy ahol út ki van építve, azt ugye a robot is használja, amikor elküldöd. De hogy például a kötélpályát, mennyire király lenne, ha azt is használná a robot? Szerintem az mondjuk nagyon-nagyon menő lenne, mert akkor, érted, az is plusz lenne, hogy nem törj el a robot a dolgokat. Korán jött? Vagy később ment el? Ide még kelleni fog egy pár cucc. Ami nagyon sok repu általában, az... már megint adsz nekem izét. Ami nagyon sok repu általában, az, hogyha föl tudunk venni olyan küldetést, ami... ilyen oda-vissza. Tehát, hogy menj el ide, és mentsél ki neki dolgokat, adott esetben PV területről, vagy esetleg összvéres területről. Na jó, itt is végeztünk. Akkor innen, most konkrétan úgy néz ki a dolog, hogy mit mondtunk, hogy oda megyünk vissza, ahol most felvettük ezt a questet, és akkor föl tudom venni a Hartmann laborjába a csomagot,
Megállunk a Hartmann laborjánál, és utána lehet, hogy a Góc városba kell majd mennünk. Ja, persze, itt ilyen kerülővel megyünk. Pihenni majd akkor fogunk, amikor a Góc városba visszamentünk. Szerintem. És akkor zuhanyzunk is egyet, meg ilyenek. Azt se ártana, mert szerintem már lassan élő organizmusok jönnek ki a hónaljából, szerencsétlennek, ami... Már vér volt rajtam, PV-kkel harcoltam, már minden volt. Várjál, itt fel akartam venni valamit, nem? Lehet, benézek, nem emlékszem, hogy innen volt-e valami a Hartmann laborjához. Hopp! Becsapódtunk! Majdnem. Nem, itt nem volt semmi. Egyel tovább volt. Weapons restriction lifted. Megint lusta voltál elmenni bringázni? Hát én azt várom, hogy mikor leszek már nem annyira lusta és elkezdeni újra edzeni. Ma egyedül nem könnyű rávenni magát az embernek. Itt van a hídban meg. 2300 lájkkal. Ezt akartuk, itt akartam megállni. Innen vesszük föl a laboros küldetést, meg a Góc várososat. Fly és Pola? Hát Fly annyira nem, mert ő ugye kecskeméti. Tehát az kevéssé érdekel, hogyha ő elmegy edzeni. Tehát az annyira nem. Pola meg Szlovákiában van, úgyhogy az se annyira. Úgyhogy az annyira nem. Robotikus nem akarom, paleontológus nem akarjuk. Baszódj meg! Most jöttem el onnan! Jaj, nem testközeli inspirálásra gondoltál? Ja! Várjál, elküldtem oda azért. Király! Elküldtem oda robotkát. Szuper. Jó, és akkor a hegyi Góc várososat fölvesszük. Cipelés a háton. Ő. What the fuck? Na mindjárt helyre rakjuk.
Bazd meg, azt még a tetejéről is leesett. Várjátok, először nem ezt kell, hanem először rendet kell rakni. Azt mondja, hogy a lebegő dobozkát elengedjük, meg a izét. Oxigénmask sem kell. Szervós járóváz. Az azért nem baj, ha nálam van. Két HKK-val. Jó, ez így csak helyem legyen, bassza meg. Jó. És akkor most meg tudjuk nézni, hogy van-e elég support. Jobbra-balra. Magánszekrény. És azt mondjuk, hogy ami itt van. Nice. Na, király. Meg is van. Most már felpakoltunk mindent. És akkor elméletileg a rendelések között már semmi olyan nem volt, ami engem érdekelne, mert a robotikushoz nem visszük el, paleontológusnál is meg vagyunk, úgyhogy király. És nézzétek meg! Amíg itt küldetésezgettünk, 3000 fém, 3600 fém, meg 2000 kerámia összegyűlt. Ami tudjátok, hogyha itt befejeztük majd ezeket a mókolásokat, akkor innen fogjuk levinni majd az úthoz a dolgokat. Ja, most már visszafele kell mennem. Úgyhogy itt azért most elég sok Mati almozódott föl, hál' Istennek. Ezt már szeretem, amikor ilyen szép szimmetrikusan van. Úristen, mit küldött nekem tanár úr, te jó ég. Merjetek fel a hegyre. Ja, nem arról van szó. Egyébként valószínűleg, mivel Zsani is rohadt lusta, és ő sem akar elmenni, ezért lehet, hogy majd együtt fogunk elmenni edzeni, és akkor egymást inspiráljuk. Azt a mindenit, ide mi mindent építettek, te jó ég. Bár oda majd táncikálni akartok járni? Az se rossz egyébként. Én még azon is gondolkodtam, hogy meg kéne venni a Ring Fit-et a Nintendo Switch-hez, és azzal játszani itthon. Azt még streamelni is lehet. És az aztán testmozgás lenne, az biztos. Az más volt a faka. Hát az nekem is nyilván megvan, hogy tudom, hogy mit szeretnék elérni, csak... Tudod, van, amikor kell az a plusz. Nagyon jó. Villámkék. Még egy csillag kell Hartmantól. Hát ez valami kis lepkefing mennyiség volt. Menj a fenébe, milyen jól néz, ez mi? Jaj, ez a kis kukac! Amit enni szoktunk. De aranyos! Hát ez kurva jó. Na nézzük. Robotikus nem érdekel minket. Paleontológus szintúgy. Hát az evódevó az fasza lenne. De a Gócváros irányába kéne most mennünk. Illetve ide lehet kimenteni. Romos városból származó parttal foglalkozó
műtárgy. Aha. Az mondjuk menő lenne azt kihozni. És ugye jól látom, akkor oda van egy izé. Igen, itt kettő kimentős dolog is van. Megcsináljuk először a kimentősöket. És utána megyünk majd a többihez. Nem tudom, hogy mi fog ahhoz kelleni. Viszont azt tudom, hogy... Azt tudom, hogy ezeket most letesszük. Igen. Fegyvert viszünk magunkkal. De más nem. Na nézzük csak, mert elméletileg... Ja, hogy azért... Oké. Tehát akkor konkrétan ide lejövünk. Faszányos. A geológus irányába vissza kell mennünk. Mert az abba az irányba van? Mert most elvesztettem a fonalat. Nem. Most amerre nézek, attól balra, erre kell mennünk. Ja, értem, what the fuck-a. Hát jó, de hidd el, azért nekem is vannak olyan dolgok, amik annyira nem tetszenek, tehát én is változtatnék. Megmondom őszintén, igazság szerint valószínűleg az lesz, hogy jövőre majd, ugye a szerdai nap az alapvetően off-os szokott lenni, tehát a streammentes. Még az is lehet, hogy még egy napot befogunk így off streames dolognak, és akkor azokon az alkalmakon lesz edzés. Vagy hétvégén. Aha, ott vannak a cuccok. Hát ide lehet, hogy jó lett volna, hogyha hozok magammal létrát, vagy valamit. Ez nem biztos, hogy anélkül megoldható lesz. Bár nem tűnik annyira vészesnek. Max, ha elbasz minket valami lavina. Lefele is volt. Nem, csak erre fele, fölfele, jó. Ezt azért akarom mindenképpen megcsinálni, srácok, mert az ilyen kimentős dolgok, gyűjtsd össze dolog, vidd vissza. Nagyon sok reput szokott adni így a többihez képest. Legalábbis eddig ez volt a tapasztalat. Van benne lavina? Persze. Van hólavina is, meg kőlavina is. Felettébb mókás, amikor eltarol egy ilyen kőlavina.
Jó, ez megvan. És akkor most kellene a másik, ami effektíve az, hogy jobbra el kéne fordulnom. Na, sajnos ezt csak megkerülni tudom. Úgy kéne mászni, hogy utána ne baszódjak egy óriásit. Hát igen, pont ilyet nem szerettem volna esni. Na mindegy. Mindegy, ez most egész jól sikerült. Innen ezt kimentettük, és akkor már csak a másik rész van. Ez a Lou meg sír a mellkasomon. Nagyon jó. Én ilyenkor ezt hallom. Ameddig meg nem nyugszik, addig én ezt hallom. Folyamatosan. Igazából a geológushoz lemehetünk ezzel. Jó, és akkor elméletileg valahol itt kell lennie a cuccnak. Hát, vagy mondjuk leginkább ott teljesen az ellenkező irányba. Meg még inkább az ellenkező irányba. Nagyjából sikerül mindjárt belőnöm, hogy hova kell menni. Nem, mint hogyha nem segítene ott az a kibaszott nagy jelölés, de mindegy. Ó, ez mondjuk most jól jön ez a gomba. Azért, mert ebbe a hóviharba gusztustalanul romlanak a dolgok. Kurva menő. Ez tökre király volt ez a időtöltés az időzápor menedékbe. Eltelt 10 perc, és elmúlt a izé. De jó. Ez nem fejlesztés, mert egyes szintű volt. Egyes szintű volt a cucc, azt írta. Írta, hogy kettes szintűre lehetett volna fejleszteni. Ez alapból benne van. És elmúlt a hóvihar, jaja. Pévék? Végül is van. Még akár harcolok is velük egyet. Akkor boss fightoljunk, srácok. Igaz, nincs nálam gránátvető, meg soti, de van nálam gépkarabé, meg kettes szintű... kettes szintű hemagránát. Na gyere! Azt hittem, sose találnak meg.
Csak ne vigyetek túl messzire, léci. Gránát az mindig van nálam. Ó, ez ráadásul ilyen. Anyád, ez valami durvább. Itt van egy PV ellenes pisztoly. Hol van ez a pisztoly? Hát ez nem túl sokat sebez. Ez érdekes ez a pisztoly. Sok HP-ja van egyébként a bossnak. Meg látjátok, ilyen furcsa kezei vannak. Menőn néz ki. De chargeolós. Chargeoltam is a pisztolyt. Vértasak. Hallod, inkább elveszem a kezedből, jó? Ne dobáld. Király. Mai nagyon sokadik boss fight. Vagy a gránátra gondoltál, hogy chargeolós? Mert azt mindig chargeoltam, de nem mindig teljesen. Kivéve az utolsó dobás, azt teljesen becsárgyoltam. Na várjátok, vissza kell szereznem a cuccokat, amiket elvettek tőlem. Azaz. Hello, kristály. Hogy ne... Ennyire messze esett le tő... Oké, okay, na, mi volt a célom ezzel az egésszel? Már semmi, ugye? Innentől már csak vissza kell vinnem.
Ennyi volt a kimentés. Hát jobban járok szerintem, hogyha a geológushoz megyek vissza, és akkor onnan séta. Mármint onnan kábelen megyünk. Ma nagyon-nagyon sok kristályt szereztünk, de szerintem ez még mindig nem elég ahhoz, hogy az összes utat megépítsük. Volt olyan út, ahol valami 6000 kristály kellett? Ez még elfér nálam. Na mondjuk ez a javítós, ez jó helyen van. Ezt adom. Ez jó helyre építette a srác. Nem úgy, mint ezt a generátort. Meg azt a hidat. Viszont most már tényleg kellene pihenni egyet, na nézzétek meg, a staminám az már nem is tud teljesen föltöltődni. Annyira fáradt a karakter. Az mi volt az az ugrás? Azt a rohadt életbe. Az nem viccelt. Na, remélem nagyon boldog lesz az úriember, hogy visszahoztam neki ezeket a dolgokat. Az a baj, hogy itt még szerintem nincsen ötös repum, tehát itt még nem tudok pihenni. Keep on! Először az elveszett rakományt rábízzuk. Valakire? A lépcső alján van menedék? Szerintem azt lebontottam, nem? Ide nem hiányzik már annyira nagyon sok, azért ezt igazán megadhatná azt a... egy harmad. Oké. Bazd meg, nincs több. Biologist. Thank you for your continued support. You're welcome. New order available. Várjál, mert még ide is be kell hoznom. Na, bejövünk a barátunkhoz. Hello! Fú, de szarul nézünk ki, bazdmeg, már kéne zuhanyozni egyet. Thank you, Sam. In reclaiming our past, we've uncovered a number of vital clues. Don't worry, I just got back. We have time. When you met with Mama, you experienced a strong antigen-antibody reaction, correct? There was a BT in the room. There was, but something else may have been causing it. I've discovered large quantities of chiral matter in Mama as well.
Not just the usual kind that collects on our skin or on our suits. It's in all her cells. Cells that are no longer active. The BT you encountered there was special. It was her child, but also her own soul. Somehow, her Ka and Ha failed to separate. They must have remained connected through the umbilical cord. It's the only explanation. Is that why I didn't get a bruise where she touched me? Yes, and there's more. 10 seconds to cardiac arrest. 5, 4, 3, 2, 1. I modified the log times. Headquarters will have no record of what we say. Look, a message from Deadman. It came with the umbilical cord. Sam, I'm sorry. You deserve to know what you were carrying. But I couldn't risk Di Hardman finding out about the case. So I had no choice but to keep it off the books. You've got to keep this between us. We still don't know if the director can be trusted. The umbilical cord was taken from Bridget Strand. I removed it in secret. The cord wasn't attached to a fetus. It was outside her body. She asked me to take care of it. Said it was the key to unlocking the Death Stranding. Hello! But she insisted that I never tell the director. The cord shows no sign of decomposition or necrotization. Almost as if it's frozen in time. I thought Hartman might be able to make sense of it, so I had it hidden with your cargo at Mountain Knot City. Deadman's observations were accurate. It's just like Mama's corpse. What do you mean? I mean they share a very unique property. Both contain large amounts of Corellium in their cells. In other words, the President's cord was somehow connected to the beach, and that allowed it to escape the flow of time. I've put together the bones of a theory. It's patchy, but worth sharing, I think. Life on Earth has been rocked by many extinctions. Great and small, including the Big Five. And if you examine the Earth's strata, its history, if you will, you'll find Corellium deposits that can be dated to each. What if the manifestation of beaches and other associated phenomena correspond to extinction-level events? You mean? Yes. Our Death Stranding could just be the latest of many. The records and research you helped us to recover strongly suggest that we are in the middle of the sixth extinction. Sixth extinction? A hatodik kihalás? Wow. You know what this is, yes? A frozen mammoth from 10,000 years ago. Correct. And this? The Iceman from our 5,300 years ago. They both had the same umbilical cords. Bullshit. Humor me. What if the mammoth and the Iceman weren't frozen? You're saying time stopped for them just like it did for Mama? Unfortunately, all these specimens were lost in the Death Stranding, so there's no way to examine the genuine articles, but some fragments of data did survive. Na menj már. With the aid of the chiral network, we may be able to piece together something more concrete using Evo-Devo tech. All right. How's this? A dinosaur from 65.5 million years ago. Umbilical cord, not decomposed. Only mammals have umbilical cords. Mm-mm. No. Only mammals have umbilical cords used for childbirth. This is something else. Call it a strand from the other side. Mi a fasz? I propose that mammalian umbilici are a sort of mimesis of the strand that then evolved over time.
We shouldn't assume that everything about a Death Stranding is detrimental to life. Trilobites. Ammonites. Dinosaurs. The mammoth, the iceman. All preserved as if frozen in time. All without exception. Found with strands. Which is to say, all have been connected to the beach. And this, when viewed in the context of the extinction entity, EE theory, leads me to surmise that organisms with strands are in fact extinction entities. You see, Sam, EEs are connected to the beach via their strands. And it is through this connection that they somehow bring about a Death Stranding. So you're saying Bridget was an extinction entity? It's far too soon to say anything for certain. And since you burned her body, we may never know. Hicks said Amelie's an EE, that she doesn't have dooms like the rest of us. Sam, think. Assume that President Strand was an EE. Isn't it possible that her daughter is too? At the very least, Higgs may hope as much now that the president is unavailable. So he kidnaps her for EE powers or whatever to cause a mass extinction. Perhaps, perhaps not. I doubt a single EE is powerful enough to cause a Death Stranding, assuming Amelie is an EE. Well, Higgs sure thinks she's got what it takes. Indeed. And we need to get her back as soon as possible. This kurva, jó. Please hold on to something secure. Ah, this one is real. Sam, go west. How do you want me to handle Die Hard, man? With your customary reserve. Nothing good will come of him learning of our suspicions. Whatever else is going on, we still need the chiral network. Right. Ez nagyon beteg. Na hát ez érdekes. És akkor az itteni laborból kell felvennünk újabb küldit. It's time, Sam. When you're ready, proceed to the shore of the Tar Belt and begin work on the chiral relay. Once it's ready, use the Cupid to bring it online. The necessary materials are prepped for you. Supplies are limited, so handle them with care. You'll be carrying a lot, too. All things considered, this might be one of your hardest runs to date. Hartman knows more about the site than I do, so he'll take it from here. It's about time for his wake-up call anyway. Administering shock. Stand clear. Right. About that way station. The site we have chosen was an original candidate for the way station we lost to the Tar Belt. Ironically, we suspended construction because we deemed it a little too unstable and not worth the risk. But this time, it's our best shot. So let's hope we weren't right to change horses in midstream. Fortunately for us, the foundation we laid down is still intact. All you have to do is transport the necessary materials to the site and finish the job. I'm afraid it's the only way we can expand the network further west and rescue Amelie. We're counting on you, Sam. Azt mondja, hogy nézzük először a Robikat. Robot nem. Paleontológus. Az Evóhoz mehet. Gócvárosba én fogok menni. Akkor menjen a robotikushoz. Robotot a robotikushoz küldünk. Szia, Viktor! Oké. Akkor itt még mit lehet csinálni? Azt mondja, hogy szemrendelései.
Erre szokták azt mondani, hogy a kurva faszba. Hát az érdekes. Jó. Oda is megyünk majd. Az hard mode activated. Ja, de arra fel kell majd készülni, előtte pihennünk kell egyet. A páncél az jól fog jönni szerintem majd ott. Igen, most helyet kell csinálnom valahogy, mert ezeket... Ezeket egyrészt ki kellett onnan vennem. Mindjárt megoldom, mert ugye itt még van plusz cucc, amit vinnem kell. Most lebaszkuráltam ide a földre csomó mindent. Majd ezt a járóvázat már szétszedjük. Jó. Elhasznált dolgokat, azokat bedobjuk az újrahasznosítóba. És mi az, ami nincs cipelve? Hát azokat miért nem látom? Ja, mert lehet, hogy újrahasznosítani azt nem engedi. Jó. Majd most mindjárt megpróbáljuk felszedni. Nem közös, hanem magánszekrény. Nézd, aha. Így van, ezeket kell elvinnem magammal. Super! Ugye? Mert a kézbesítéseknél már csak a robotikus meg a paleontológus lenne, ami nem kell nekünk, mert most mi megyünk a Góc városba. Jó, tehát akkor igazság szerint a következő nagyobb feladatunk az majd az lesz, hogy oda lentre kell elmenni. Hát most ott igazság szerint át lehet menni ugye a PV-s területen, tehát lehet ott egy boss fight. Át lehet menni ugye azon a részen, ami... nem, tényleg ott van még a menedék egyébként. Át lehetne menni ugye a... az összvér területen is. Nem tudom, hogy ezt mennyire fogjuk elkerülni, vagy nem elkerülni. Az összvéreket még talán leharcoljuk könnyen. Meglátjuk, hogy hogy lesz egyszerű ott átkelni. Szia Logan, hello, hello. Jó irányba megyek. Szerintem nem. Az orvoson keresztül szoktunk oda menni. Nem, ezt én építettem. Igen, mert innen szoktunk elkanyarodni az orvoshoz, és ugye mi most jobbra kanyarodunk el. Azaz, azért jövünk ide. Azért jöttünk ide, mert itt fogunk lemenni a magánszobába. És ez egy 8000 lájkos izébe az meg, nem hiszem el. Hármas szintű. Nem is értem, hogy miért kapnak az emberek ennyi lájkot, én meg sem ennyit. Köszönöm.
Elvileg mindent ide hoztam most. Mindig ugyanazt mondod, úgyhogy nem érdekelsz. A repuszint, azt adjad, apám. De combosan. Azt jól láttam, meg sem mozdult a csík. Te, te utolsó utáni szutyok. Hát ez majd, hogy nem semmit nem adott. Áthallod. Több cuccot kell visszahozni egyébként ide. Na innen most mi lenne? Robotikus. Aha, a hegymászóhoz lehetne fölmenni két körbe is. Fényképész, spiritista. Na mindegy, most igazából ugye innen persze sok mindent lehetne, virágföldet lehetne vinni a geológusnak, meg a paleontológusnak cuccot. Filmrendező, úristen, innen most mennyi, látjátok? Milyen sok helyre küldözgetnének? A viszkit fogjuk majd visszavinni. Azt mindenképpen felveszem. Nem indulunk el, mert lemegyünk a izére. Végre lemegyünk zuhanyozni egyet. Mondjuk alvás előtt fürödhetett volna egyet, de mindegy. Akkor már könnyítsünk rajta. Na jó, de az hogyan éred el, Max? Milyen sok narancslevet ittam. Tíz pisi gránátot kaptam. Hát nem most voltunk utoljára a WC-n, ez látszik. Ezt én is be fogom játszani, basszus. Kell rakni egy kis hangszórót a WC-re, és mikor valaki elmegy mosdóba, akkor ilyen Harley Davidsonos hangot fog lejátszani mindig a lejátszó. Szintiszta monster? Nem hiszem. Na, srácok, viszont én szerintem most mentek egyet, és akkor legközelebb majd itt fogjuk folytatni. A kérdés az, hogy legyen
Erre jó a postaláda, amit tegnap kérdeztél. Igen? Na még úgyis maradunk egy kicsit dumcsizni.